ezt nem tudom, azt hogy most fogok fent fog ülni annyit, egészségfájkoltam még. Ma nem vagyok, tehát ma nyugodtan szombat, vasárnap a szabad időmben, aztán hétfőt a szerdán be vagyok hosszabb, tehát azt még el kell dönteni, hogy hogyan fogom, hogy munkahelyem, mégis azt nem zavar senkit, hogyha nem ettem. De lehet, hogy azt fogják mondani, hogy orvosi vizsgálat, hogy nehogy véletlenül állapotban, hogy nehogy a munkahelyem, tehát azért ennek vannak trükkjei. De az is lehet, hogy élek abból, hogy szakszervezeti vezetőkocként munkaidő kedvezményben részesíthetnek, és akkor kiveszem ezt a munkaidő kedvezményt. Csörtöktől meg szabadságon vagyok elég sokáig, tehát ők még nem haszom arra. Azt nem észte meg a hagyanyagot, mert nem tudtam az én iPhone-on megnyitni, hogy kit szólal. Igen, az... Kis tempor van benne, a kis feri, de nem vállalta, de mindenki rájött, hogy ő vagy. Meg a Fekete Norbi. Jó, hát ez kell lenni, ezt is szeretném, mert én a tessék mondani. Azóta még jelentkeztek nálam hárman, hogy még ők is. A szerkesztő riporter, hogy meg fog szólalni. Most nem tudom, hogy azt hiszi, vagy arra vár, hogy itt... De neki december 31-én lesz szerződés. Van december 31 szerződés, tehát elmondta. Tehát itt ez arról szól, hogy van egy szakmai becsülés, hogy ő tudja, hogy mi történt. Én azt mondom, hogy az érintettnek kell elmondani, hogy mi történt. Mi azt tudjuk elmondani, amiről mit tudunk, de ők tudják elmondani, hogy ki, hogyan, mire utasít, milyen utasít nap, mint nap. Most is vannak olyan szerkesztők, reporterek, akik mindegyike szerintem el tudna mondani 5-10 Lomnici sztorit, nem Lomnici szereplése, de még Lomnici szereplésével. A newsroomban mindenki elmondta ezeket, hogy igen, persze, hogy igen, ilyen tudják, ők náluk is volt ilyen, kis volt nézni. Mádül volt köztársaság mádülmetését, hogy a Duna televíziós anyagban szerepelt Lomnici Zoltán, a esti híradóban már nem. Tehát nagyon sok anyagot utána lehet keresni a videó tárban, hála a technikának, ami nem törlik le, meg nem próbálják azokat is manipulálni, amelyek azokat is kiderülnek. De én azt mondom, ez most már azok felelőssége is, az újságírók is. Tehát nem lehet most mindig másra mutogatni. Mindenkinek van egzisztencia, mindenkinek van saját családja, nyilván érinti, hogy felveszem, de ha itt kiáll 15-20 újságért és elmondaná azt, amit tud, akkor szerintem biztos, hogy nem lehetne ezt így folytatni tovább, mint ott történik, és akkor biztos, hogy meg kellene hozni azt a döntést, amit egyelőre nem akarnak meghozni. Nem ma, nem így. Jó, én meg vagyok. Csináltam még ezt a pirosat. Igen. Ez jó volt az a tábla. Nem kell közel menni hozzá. Szóval ennyi kell ide most már. Oké, lehet is dobni. Köszönöm. És ez az éjségstrájk, ez mennyire komoly? Mennyire komoly? Nem fogok enni, hát annyira komoly. Jó, de az nem komoly. Naponta, hát az komoly, de hát... Hogy hát... Ezt ilyen orvosi felügyeletet szokták egy idő után. Hát egy idő után most. Még az nem jött el. Még egy nap, az szerintem az oké. Második nap kezd cikiv lenni. Igen, akkor harmadik nap. Közben nem tudom, hogy mi lesz. A stáció, gyere vissza szerintem, mert minden fél napon teremtett fel a folyamatát. Szóljál rám, hogyha van valami. Ha elágyulok, szólok, jó? Hogy még köszi. De miért te most itt kint leszel? Igen. Hát ha bent lennék, egyrészt az szerintem az, annak a határa az zéro. Másrészt pedig más... De mit tudom, éjszaka nem? Miért nem? Éjszaka is, de lesz itt valami... Felajánlottak szakszervezetek, azt mondták, hogy kérték, hogy milyen. Én még egy nem érték szájkoltam, tehát én is megnézem a körülményeket, hogy a körülményeket itt, hogy esetleg egy sátrot föl kell verni, vagy hálóság, vagy egyebek, nem tudom, még mondom, meglátjuk. Az engedélyekkel. Miért? Engedély. Hát ez egy demonstráció lesz, mondom, spontánon fog alakulni, és nem fogják feloszlatni, hogy a Európai Legfelső, vagy a Európai Strasburgi Bíróság, meg a Strasburgi Bíróság irányadó ítélete szerint, amíg békés a megmozdulás, addig nem jogalap arra, hogy nem jelentették be. Tehát, ahogy a gárdisták ítélésen is valóban jogellenesen járt arra, nem jogellenesen ítélték, de nem hiszem, hogy le fognak paprikast kózni. Jó van, lehet. Ennyi van. Köszönöm, hogy itt voltam. Nem fogják hajléktalannak minősíteni? Az is érdekes lenne. Hát nem, mert azért azt nem hiszik el, hogy
azt rendszeresen életszerűen itt élek. Amúgy erre volt szerűen ida is, tehát a Város Mindenkiért csoport egy aktivistákért például kifeküdt öltönybe, és akkor azt mondták a rendőrök, ne viccelni, tudjuk, hogy maga nem életszerű, ez van nem életszerű, hogy öltönyben itt él, öltönyben, de hát nem fogják róla. De lehet, hogy elviszik, az is egy érdekes dolog lenne, hogy az éhségsztrájkot elviszik, mert homelessnek nézték. Hát ott jön egy kollégánk, Korsicki Zoltán, kérdezzétek meg, hogy mi a vélemény. Menjük oda, Zoli, mennyit hazudtál? Kérdezz meg. Szerintem érdekes. Orbán közelébe volt két napja, hát ha valamit ellesett, elhalott. Nem megyek oda, jó? Zicsókolni, jó napot kívánok. És ezt bevállalja a köncei? Ha nem ismersz engem, kivagyálvára vagyok. Hát abból, hogy az összes videót, hogy fajta megmozduláson csinálod, az egyetlen kronikása a valódi világnak, aki nem megy el egy perc múlva, nem bántva senkit. Köszönjük szépen ezt is, meg az összes többi demonstrációt. Viszont én kicsit most később érkeztem ide. Semmi gond. Elmondanád a lényeget nekem is valahogy. Kell neked is MTV a hátfelirat? Igen, és nekem mindegy. Jó, menjünk oda. Szerintem jó. Vagy ahogy akarsz. Ja, neten lehetett látni a Népszabadság online-nak a videótudatosítását, hogy éhségsztrájkot kezd abban az esetben, ha... Igen, hát ez arról szólt, ugye, akik követték az eseményeket, azok tudhatják, hogy most már sorozatos hírmanipulálási, hírhamisítási botrányba keveredett a közmédiának a televízió, a két televíziója, a Duna és a Magyar Televízió. Említettük, hogy ezek az ügyek egyik a Papp Dániel féle hamisítási ügy, amikor Kombendi zöldpárti képviselő sajtótájékoztatóján történteket hamiszínban tüntette fel, és ez napvilágra került az Index tudósításában, ezt leleplezték. Ezt a riportert a tudósításról való leleplező cikk megjelenése napján, vagy a következő napon kinevezték a hírterület, az egész közmédia hírterületének a vezetőjévé, főszerkesztővévé, és az ott az elmúlt hónapokban nemhogy vizsgálat nem történt, nemhogy felelősségre vonás nem történt, nemhogy megszüntették volna a munkaviszonyát, hanem ehelyett még egy főszerkesztőségi, már a Közélet és a Dokumentum főszerkesztőséget is ez a hírhamisító irányítja. Ez szerintem mindenkinek elmondja, hogy milyen valóság van ma a demokratikus Magyarországon, hogy ez megtörténhet, és hát amiről mindenki szintén tudomást szerezhetett, egy véletlen, azt mondom, technikai malőr miatt derült ki egy újabb hírhamisítás, hogy hírmanipulálási ügy, ami kezdetben azzal indult, hogy a volt főbíró Lomnici Zoltán képét kitakarták az úgynevezett blőrözéses technikával, amit többek között például a bűnözők esetében szokták használni, hogy a arcuk felismerhetetlen legyen. És hát ennek az volt a előzménye, hogy van egy olyasfajta indikáció, utasítás, amit persze írásban soha nem kaptak meg, de ugye valamilyen ok miatt a hírterület vezetője szerint Lomnici Zoltánnak nem szabad megjelennie, ha csak erre mód van rá a köztelevízió hírműsoraiban. És hát ezt az utasítást juttatta el tegnap a hírterület igazgatójának, ugye MT-s hírigazgatójának, Élő Gábornak a nyomán Hegedűs István, a Duna Televíziót felügyelő helyettes, az akkori felelős szerkesztőnek, és december 3-án szombaton úgy került az adásba ez az anyag, hogy megtörtént ez a kitakarás. Azt tudni kell, hogy hivatalosan azt mondják, hogy indult egy vizsgálat, amit egy nap alatt befejeztek, lezártak, és három felelős kapott szerintük a három felelős írásbeli figyelmeztetést. A vágó, a Duna televíziós adás felelős szerkesztője, és az a szerkesztő riporter, aki elkészítette az anyagot. A valóságban ugye az volt, hogy az utasítást a szerkesztő riporternek mondták, hogy nem lehet, nem látható, és ő aztán a vágóknak mondta, hogy nem szabad szerepeltetni Lomnici Zoltánt, és hát ez végül a lánc végén az a vágó, aki megvágta anyagot, átadta egy másik vágónak, akinek olyan gépe van, olyan technikája, ahol ezt a kitakarást meg lehetett oldani, és ez derült ki aztán, ez lepleződött le a világ előtt, és hát hogy tovább rontsák a dolgokat, de hát a valóságot ez jól jellemzi, hogy utána letörölték azt a Duna televíziós adás kazettát, ahol ez a blőrözéses anyag bekerült, úgymond eltüntetni a nyomokat.
aztán utána megpróbálták a interneten is úgy beállítani, mintha mi adásba került volna, akkor nem történt, tehát a kitakarás nélkül betettek egy változatot, de mivel ilyen feliratok vannak, élő felirat, tehát akik figyelték, kiderült ez a hamisítás, amit most ugye azzal magyaráznak, hogy azt akarták, hogy ez a, ha már elkövették ezt a úgymond szerintük súlyos hibát, hogy akkor ezt korrigálják, de hát ennek a korrekt módja, ha már elhisszük nagyon-nagyon jó hiszemen, hogy ez emiatt történt volna, akkor az lett volna, hogy beírják, hogy itt történt egy változtatás, hiszen belenyúltak, nem az élőadásos rész került oda, és azt mondják, hogy ennek, mit nem tudom, személyiség okjai voltak, nem ez történt, megpróbálták a nyomokat eltüntetni. Akiket három embert behívtak hétfőn, a vágót, a felelős szerkesztő és egyik szerkesztő riportert, nekik azt mondták, hogy ez nem vizsgálat, hanem csak egy előzetes megbeszélés, elbeszélgetés. Ott őket a konkrét esetről nem is kérdezték, hanem csak azt kérdezték, hogy általában ez anyag hogy készül el, hogy zajlik ez a folyamat. Ehhez képest aznap már este kiadott egy közleményt a MTVA, majd megjelent a ATV-ben Szabó László kommunikációs igazgató, azt mondta, hogy megszületett a vizsgálat, teljes körűen feltárták, és meg is születik a határozat, hogy három ember kap úgymond figyelmeztetést ezért. Ezt úgy mondták és úgy jelentették be az érintetteknek, mondom, azt mondták, hogy nem is vizsgálat volt és nem is tudtak róla, tehát a sajtóból értesültek. És elmondták, az is a MTV a közleményében is megerősítette Szabó László, hogy ezt videó meg lehet nézni a ATV műsorában, hogy a három érintett elismerte a felelősségét, elismerték, hogy ők hibáztak. Ehhez képest beszéltünk a három érintettből, ketten elmondták, hogy szó sem volt ilyenről, hiszen nem is kérdezték a konkrét dolgot, és nem is ismerik el, hogy ők lettek volna a felelősök. Ez nem zavarta a média, közmédia vezetőit, a alapvezetőit, ugye ez a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, ez a FURA nevű képződmény, amelyik most már 90%-os arányban tömöríti a közmédia dolgozóit, és úgy tettek, mint ahogy az egész, amire emlékeztet 50-es, 60-as évekre, csalunk, hamisítunk, aztán eltüntetjük a nyomokat, egy kis kirakat perhez hasonlóan lefolytatunk egy olyan vizsgálatot, ahol már előre tudjuk, hogy mi az ítélet, és utána ezt akarjuk lenyomni a közvélemény és mindenkinek a torkán. Hogy ez mennyire elfogadhatatlan, azt jelzi, hogy tudtam, ugye, illetve most már biztos is kiderült, még kormánypárti, Európa parlamenti képviselő is tiltakozott a maga szokásos stílusában, Deutsch Tamás, hogy ilyen megtörténhet, és ma egyfajta performance-et is előadott az MT-pölet előtt. Bár én azt mondom, nem ilyesfajta megnyilvánulásokra lenne szükség, hanem egyértelműen határozottan akár a parlamenti folyosót felhasználva parlament üléstermet tiltakozni, hogy bárki Magyarországon ilyen hírhamisítást elkövethessen, és ilyen emberek bármilyen szerepet betölthessenek a közmédiában. Mivel nem történt... Bocsánat, csak annyit, hogy azért, tehát ez mondjuk egy kézzelfogható dolog, de a manipuláció az ennél sokkal összetettebb, és hát gondolom, hogy ugyanaz a fajta függőségi viszonyrendszer és egzisztenciális piramis az, amelyik befolyásolja, mint a többi. Így van, hát ez azért mondom, én ezt szoktam mindig erre mondani, ez a jéghegy csúcsa, kiderülnek dolgok, egyszerűen annyira nyilvánvalóan most jön az a szerkesztő riporter, aki elkészít azt a bizonyos anyagot, tehát kiderülnek bizonyos dolgok, de hát itt naponta történik, én azt azért kértem és kérném azt, hogy a szerkesztő riporterek mondják el, hogy mi történt. Szia! De aranyos vagy! Köszi! Ő az a szerkesztő riporter, Horváth Anya, aki készítette azt a bizonyos aki anyagot. Aki lerászoltak, hogy módosítani kéne? Akinek mondták, hogy a Lomnici Zoltán nem jelenhet meg, ő készítette azt a anyagot. Azt is tudni kell, hogy Lomnici Zoltánnal nem szól erről semmit, egyetlen közmemlémény az alapnak se. Készült interjú aznap. Senki amit nem adtak le, és semmit nem mondanak, hogy ez hogyan történhetett. Szabó László sokat beszélt, szerintem elég szánalmas módon próbálta magyarázni a magyarázhatatlant. Egy szót nem mondott arról, hogy készítettünk interjút, a szerkesztő riporterünk elkészítette, mi történt ebből az interjúval, miért nem adták le. Ugye, hiszen ez is leleplezi ezt az egész, most nyomjuk kinyugodtan hazugságot. Hiszen azt mondjuk, hogy véletlen, tragikus hibák, félreértések sorozata, közben egyértelműen készült riport, és nem adják le. Most pedig mondom, az pedig szinte gyomorforgató,
hogy elpróbálják azt játszani, hogy mennyire szívesen látott mától kezdve, tegnaptól kezdve Lomnici Zoltán, és azóta minden nap szinte készül vele anyag. Hát ez is az 50-es évekre jellemző stílus. Tegnap hazudtunk, tegnap kitakartuk, ma pedig azt mondjuk, jöjjön be, behívjuk adásba, és akkor is meg kell szólaltatni szinte, ha ennek nincs semmi hírértéke. Ez ugyanúgy törvénysértő, mint amikor nem számolunk be róla, hiszen akkor kell beszámolni, valóban olyan esemény történik, akár vele kapcsolatban, ami az emberek, a magyar polgárok számára fontos, jelentőséggel bíró esemény. De ez nem azt jelenti, hogy ha az adott személy meg fog jelenni az utcán, akkor is beszámolunk róla, mintha való világ só lenne. De hát ez nem való világ, hanem ez egy hamis közmédiának a valósága. Kompenzációnak gondolják ezt. Na de hát ennyire hülyének nem, ne nézzük már a közvéleményt, ne nézzük már hülyének mindenkit. Mindenki tudja, miről van szó. Szerintem ez a ostoba eljárás, ez mindenkit még leleplezi, aki esetleg azt hitte, hogy tényleg itt egyfajta hülye félreértés volt, mindenkit leleplezi, hogy itt miről volt szó. Ez a szakmai tudásnak is a hiánya, ami de, tehát egyszerűen vannak szakmai minimumok, amiket abban az esetben, hogyha politikai pártokhoz kapcsolódó szolgák csinálnak valamit, akkor azok nem szükséges, hogy tudják azt, hogy egy szakmának mik az ismérvei, ugyanis ők nem embert operálnak, amiben bele lehet halni. Azt hiszem, itt valóban a szakma alapjairól van szó, de nem azt mondom, hogy nem tudják. Nagyon tudják, hát azért vannak ott is profi szakemberek. Én nem tartom például a kommunikációs igazgatót egy nem hozzáértő embernek, de hát amikor a hazugságot kell magyarázni, mert az a feladata, hát akkor tudjuk, hogy ez nagyon nehéz dolog, akkor nagyon primitív dolgokat el lehet követni, ami csak még jobban leleplez az egészet. Ez a tipikus dolog, amikor egyre nagyobb hazugságba keveredik az ember, nem tud már ebből kikerülni. De visszatérve az esetre, ugye azt kértük mi, mint a szakszervezet, a televíziósok és filmkészítők független szakszervezete azt tudja megtenni, amit meg kell tennie, tiltakozott, kértük az egész eset kivizsgálását, nem csak ennek, kombendites ügyeknek, mert nem egy ügy volt, a napi hírterületet érintő manipulálásoknak a kivizsgálását, és a felelősök, Élő Gábor hírigazgató, Németh Zsolt helyettes, Hegedűs István helyettes és Papp Dániel hírfőszerkesztő, de hát ezt tegyük nagyon nagy idézőjelbe, hírhamisítónak a felelősségre vonását. Az azért jelzi a magyar közéleti viszonyokat, hogy ezt senki nem cáfolja, mind a mai napig senki nem mondja, hogy nem hírhamisító, nem manipulált. Egyszerűen úgy gondolják, hogy hiába mondjuk el százszor, ezerszer, ő ott van a helyén, mi kineveztünk, miénk a hatalom, azt teszünk, amit akarunk. Ez megint ugye 50-es, 60-as évek Magyarországa lehet, nem 2011. decemberre egy Európai Uniós, egy európai demokráciában. Tiltakoztunk Szalay Anna Máriáéknál, hivatalosan vizsgálatot indítottunk, hogy nehogy azt mondja a hatóság megint, hogy nincs vizsgálat. Ebben kapcsolatban azért szeretném elmondani, nem felel meg a valóságnak az, hogy az a hatóság, a média tanács, a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak a média tanács, hogy olyan szűk hatáskörű szerv lenne, hogy saját hivatalból nem járhatna el, csak panaszi benadványra, ez nem felel meg a valóságnak. Európa egyik legnagyobb hatáskörű, és elég sokat erről beszéltek is, Európai Parlament egyik legnagyobb hatáskörű média hatóságáról van szó, és körülbelül 20-30 olyan jogsértés van, amikor hivatalból eljárhat. Ide tartozik az, ha a közszolgálati média nem tesz eleget a hiteles, pontos tárgyilagos tájékoztatás követelményének. Mivel mi ezt a beadványt beadtuk, erre még választ sem kaptunk, jó, hát 40 nap a elintézési határidő. A közmédia vezetői nem mernek kiállni a nyilvánosság elé, hanem kommunikációs igazgatókon keresztül, meg közleményeken keresztül próbálják úgymond idézőjelben lekommunikálni a lekommunikálhatatlant. Egyet lehet tenni akkor, hogy valami másfajta tiltakozási formát keresni. Mi megszorítottuk az újságírókat, a kollégákat, az egész társadalmat, politikai, ideológiai meggyőződéstől függetlenül, hiszen ez nem bal vagy jobb oldal problémája, itt a sajtószabadság érvényesüléséről, az alapvető emberi normákról, egy demokratikus jogállam alapjairól van szó. Létrehoztunk egy mozgalmat, amihez bárki csatlakozhat, aki elfogadja ezeket a normákat, ez a tisztességes tájékoztatásért mozgalom, hogy itt szerepel is ezen a dobozon, és azt kértük, hogy mától 14 órától a közmédia valamelyik épülete előtt helyezzenek el egy piros kártyát, akik úgy gondolják, hogy fel kell mutatni ezt a bizonyos piros kártyát a közmédia vezetőinek, a hírterület hamisítóinak, jelezve, hogy ez itt a vég, ez nem mehet tovább. Csak egy pillanat, tudod meg a számot.
Igen, itt vagyok. Tehát tovább nem mehet, és hát én meg személyesen egyet tudok tenni, a lehetőségeim most már szűkösek, hogy egyfajta személyes kiállás azok mellett, akiket most meghurcolnak, vagy tegnap meghurcoltak, hogy holnap meg akarnak hurcolni, hogy elkezdtem egy éhségsztrájkot. Reméljük, hogy talán ilyen kicsit drámai formának is hatása szerepe lehet abban, hogy felráz az embereket, hogy megszólaljanak azok, akik tudnak ezekről, és követeljék azt, hogy itt most már történjen valami. Ha nem fog megtörténni ezek után se, ha mindenki hallgat, és legfeljebb otthon mondja el, hogy igen, ez így van, és tudok róla, akkor azt hiszem nem csak a közmédia vezetői, nem csak a hatalom a felelős ezért, hanem mi magunk is felelősek vagyunk, nem tolhatjuk át másra a felelősséget. Szerintem kéne oda mellétek még a Benemózsiás kosárt, a üresen. És akkor mind a ketten alelnökök vagytok a TFS-ben, alelnök, ugye? Csak az elnök az ott van. Bocsánat, a nevedet még egyszer megkérdezhetem? Szávúj Aranka. Szávúj. Y-nal. L-Y-nal. Köszönöm szépen. Nem. Minden jó, továbbiak van. Sziasztok. Köszönjük. Már ketten vagytok, akik hőségsztrájkolnak, vagy te egyedül? Nem, most ketten, a ketten alelnök társammal együtt. Szávúj Arankával együtt, akkor. Így van. Igen. És estére nagy sátortábor lesz itt? Nem tudjuk még, meg kell mondani, hogy az, azt hiszem, hogy nem egy normális állapot, hogyha valaki hőségsztrájkot folytat. Nekem sem volt ebben még részem, hál' Istennek. Ebben a tekintetben mondjuk, hogy szerencsések vagyunk, hogy nem kellett éhezni szabad akaratunkból, de hát most eljött az a pillanat, amikor azt hiszem más lehetőség már nem nagyon van. Megpróbáljuk felrázni az embereket, felrázni az újságírókat is, hogy egyszerűen álljanak ki és mondják el, hogy mi történik. Enélkül nem fog változni.